sportosat. Híradónk vendége Tóth Tomi, azaz Barbár, a cirkáló súlyú profi ökölvívónk. Szervusz, üdvözöllek! Szia! Hát elmaradt a mérkőzésed. Ugye most az elmúlt hétvégén boxolnod kellett volna Salgótarjánban, ha jól tudom. Így van. De nem jött az ellenfeled. Így van. Ez egy 6 menetre kiírt mérkőzés lett volna egy bosnyák úri emberrel, akinek ne kérdezz a nevét, meg nem tudom mondani. Ezek után meg amúgy sem érdekes. Így van, egy bosnyák úri emberrel, és hát az útlevéllel voltak neki problémái, ezért nem tudott átkelni a határon. Ugye utána próbálkoztunk mi B-verzióval is, a B-verziónk az... Azt, ha jól tudom, lesérült, az ő úgy találta ki, hogy a meccs hetén ő még azért kesztyűzik egyet, mert az okvetlenül muszáj ezen a kesztyűzésen lesérült. Volt egy szerb úriember, akit meg aztán nem tudtunk már elérni. És hát így elmaradt. Egyes hírek szerint itthon nehéz neked valóban ellenfelet találni? Igen, tudod, ez azért, ez úgy működik, nem akarok nagyon belemenni ebbe a sztoriba, de azért a lényegét, hogy könnyen átlátható legyen, elmondom. Itthon nagyon sok olyan ember van, ugye Rácz Félix az egy menedzser, és nagyon sok olyan van, aki menedzsernek mondja magát. Tudod, az edzők között is van ilyen, hogy vannak a valós edzők, meg van, aki annak mondja magát. És ezek a magukról állítják, hogy menedzserek, ezek felépítenek különböző embereknek különböző eredményeket, amiket valami eldugott helyen, egy eldugott tornaterembe hoznak létre. És én pont a minap felmentem a boxrekre, és azt vettem észre, hogy ilyen általam soha nem hallott nevek előttem vannak a rangsorba. És hát persze soha nem talál, ugye van egy Lődi Tamás, van egy Szellő Imre, van egy Darmos Józsi, van egy Urbán Ferenc. Ezeket szerintem mindenki ismeri, aki követi a magyar boxot. Meg jó, van egy Tóth Tomi is ott valahol. Ezeket a neveket ismerik. Na most hogy lehet az, hogy két olyan ember, akiről soha nem hallottak, és én akár kérdezgetek, nem tud róla senki, ott van köztünk. És nem tud róluk senki, nem bunyózott velük senki. És hát így berkeken belül ilyen fantom embereknek hívjuk őket, mert fantom eredményeik vannak kis tornatermekből, és azt látjuk, hogy külföldön ugye első vagy második menetes vereségük van ezeknek az embereknek. Azért akkor kesztyűt húznak? Kesztyűt ezek húznak. A fantom emberek? Pénzért kesztyűt. Ez nem az ő hibájuk, tehát így kezdtem én is, tudod, hogy pénzre van szükség egy erős paraszt gyereknek, ez jó bírja, menjen, dobjuk be, mondjuk neki, hogy kap 500 eurót, ezt úgy is megcsinálja, mert az életben nem keres máshol ennyi pénzt ennyi idő alatt, és a fiúk elvállalják. Könnyű pénz, úgy vannak vele, gyorsan jön, és nem gondolkodnak el azon, hogy egy igazi menedzser mit tudna, kihozni belőlük, ha szépen fel vannak építve. És hát ezért vesszük be rohannak. Már a végén már olyan eredményük lesz, olyan listájuk, amit már nem tudnak javítani annyi vereséggel. Te még rajta vagy ezen a listán? Melyikre gondolsz? Bokrex, vagy bármelyik Bokrex. Rajta vagy valahol? Persze, hogy rajta vagyok. Még kérded így? Én csak két olyan ember, ezek a nagyobb nevek, én ezeket elismerek. Egy Darmos Józsit, hát az utolsó meccsünk után elismerem, hogy előttem kell lenni. Bármi a véleményem róla. Ugye kicsit vicces, hogy az utolsó meccsen ugye csúnyán lekáózott engem, és hát ennyi, lekáózott, ő győzött. Ugyanígy a te műsorodba ült itt, igen, amikor Hatszó volt padlón, lekáóztam, és azt mondta, hogy őt nem ütötte le senki. Én elismerem, hogy ő előttem van, mert leütött a Szellő, az Urbán, a Lődi, ezeket mind elismerem, tudom ki. De hát, hogyha valakiről nem tudok semmit, akkor hogy? Nem értem. De hát különösebben most ezt téged nem befolyásolja az életedet, nem? Nem érdekel. Hozzák a következő ellenfelet, az a következő lépcsőfokom, az egy külföldi ember lesz, és a következő Félix Gálán. De olyat hozzatok, akinek nem kell útlevél.
Ott voltál a gálán, és ugye ez a gála most itt a Benjiről szólt, ugye ő volt itt a főmérkőzés, a Bocskai. Ez volt a 12. mérkőzése. Fenomenális volt. Ezt is hozta. Ez 10 méteres mérkőzés volt. Igen, ezt így, ez, hogy mondjam neked, ez, hogy ezt is hozta, ezt én azért kifejteném, mert szerintem brilliáns bunyót mutatott be. Ez az orosz, ez az ellenfél, ez hát látszott, ez nem adta meg magát, ez nem azért jött, hogy helytálljon vagy veszítsen, ő győzni jött, ő ki akarta végezni a mi Benjünket, és hát leiskolázta, lezsákolt rajta, mondhatom úgy. Tehát fenomenális volt, amit a Benji bemutatott, ez az én véleményem. Tehát neki már jövőre valami címmérkőzés. Igen. Igen. Ugye most már 10 méter volt, tehát ugye ez is azt jelzi, hogy a menedzser most már erre építi fel. Igen, igen, igen. Szerintem itt már csak idő kérdése. Itt már csak annak kérdése, hogy egy olyan szervezetnél, ami hát most furán hangzik, de ami a Benji szintjéhez méltó, mert van ez az ubó, meg mit tudom én, milyen övek, hát ezt meg lehet szerezni előtt, de egy VBO, vagy egy ilyesmi öv, azért ez méltó az ő szintjéhez. És szerintem a legközelebbi, vagy az azutáni meccse, én szerintem címmérkőzésnek kéne lennie. Azt, hogy mikor lesz meccse, még nem tudni. Azt nem. Azt neked mondja, mikor lesz meccsed? Tudom. Nekem idén. Nekem a legközelebbi Félix Gálán. Az mikor lesz? Idén. Pontos dátum. November, pontos. December? Szerintem december. December. Szerintem. Na most ugye ez a hónap, az október, magyar profi bunyóról is szólhatna, lehetne akár a mi hónapunk is. Kérdés ugye, hogy fog majd alakulni október 19-én Belgiumban, ugye Szell Imre mérkőzése. Ugye hazai kedvencével fog boxolni a VBA cirkáló súlyú interim világbajnoki címért. Bizony, nagyon nagy dolog. Nem is olyan régen te is lent voltál Szell Iminél, kesztyűpartnerként segítetted. Hogy látod? Milyen állapotban van? Szerintem az Imi, ő úgy tudnám mondani, hogy egy jó melós. Tehát ő mindig, nagyjából mindig hozza a 100%-ot. Ő oda teszi magát az edzésbe is, a meccseken is, és nála nincsenek ilyen hullámvölgyek, hogy hol. Vannak kis megingadozások, de általában hozza a formáját. És szerintem erre a meccsre nagyon jó felkészültek, Bertok Robival, az edzőjével. Az biztos, hogy egész Magyarországot, mert egyszer mi jöttünk fel hozzájuk, de ők kétszer is lejöttek hozzánk, volt az Urbán Ferivel, Kálmán Attilával, mind. Szerintem az, akit Magyarországon mozgatható, 91 kilóval, Lül Tomival, aki nagyon nagy név volt, amíg aktív volt amatőrboxba, és nagyon sajnálom, hogy most már abba adja, de vele is mindenhol boxolt szinte az Imi. Veled mit gyakoroltak? Mert biztos volt valami, ami gyakorolni kellett, vagy csak mindegy volt, hogy akkor kezdtek, vagy volt bizonyos kombináció, vagy valami? Hát kijellemezték a Imre ellenfelének az erősségeit, kijellemeztek, és hát tőlem személy szerint elmondhatom szerintem, mert eléggé kevés sanszot érzek rá, hogy a belgák nézik a műsorodat, már bocsánat, de nem hiszem, hogy így próbálnak meg valami titkot megszerezni. Szóval engem arra kért a Robi, hogy próbáljak meg kontrából ballosokat ráhúzni az Imire, bal csapít, bal horgót, minél több balt üssek, mert hogy ennek a belgának állítólag a legtöbb kiütése ballal van. Ezt próbáltuk, az Imi ezt kontrajobbokkal próbálta megfogadni, ez volt a taktika. Annyira nem kérdezősködtem, én csak éreztem, hogy itt a tempó jobbra van velem szembe kihegyezve a hangsúly. A Kálmán Attilával ő egy másik fajta bunyós, valószínűleg már más volt a taktika, ott valami mást akart tanulni vele, tehát ennyire nem látok bele azért. De jól van, egyben van, egészséges, igen, semmi igen. Nem fáj, jöhet a igen, belga. Igen, igen. Én szerintem ez egy nagyon jó meccs lesz a mi szempontunkból. Nagyon jó és élvezhető.
Én nagyon remélem, hogy az IMI visszahozza, vagy az IMI, vagy a Bacskai visszahozza a magyar profiboxba azt az életet, ami még annó Kukó idején volt, vagy legalábbis abból valamit. Hát igen, csak az most nyerni kellene. Nem lesz könnyű. Nem. Idegenbe nem. Kemény lesz, de nem igaz lehetetlen. Még mindig az, hogy idegenben csak kiütéssel győzhet az ellenfél? Ez mennyire áll még meg ma? Hát én ezt úgy gondolom, hogy attól függ, melyik országba, attól függ, jó, hogy... most tudjuk, hogy Belgiumba, hogy belga srác. Itt én azt látom, hogy ugye van az IMI-nél egy VBO öv, egy VBO interkontinentális öv, és az ellenfelénél pedig egy... Ott mi van? Mert neki is van, neki meg mindegy. A VBA, mindegy. Tehát itt két nagy világszervezet is képviselteti magát, ők kiküldik a saját szupervájzerüket. Tehát itt azért olyan brutális nagy csalásra, nagyon nagy elpontozásra nem számíthatunk, mert mindkét világszervezet adja hozzá a nevét a szupervájzerökkel, és... itt annyira szerintem nem fordulhat elő. Tehát elképzelhető, hogyha az IMI azért szépen megveri pontozással, akkor ki is hozzák őt győztesnek. Itt nem feltétlenül kell szerintem a KO-ra törekedni. Na, ez jó. Ez nem olyan meccs, mint amilyenekre engem vittek ki, mert az bármikor be lehet söpörni a szőnyeg alá, úgyhogy nem tudják ki, vagy de hát azért az IMI itt nem akárkiként megy ki, hanem egy WBO interkontinentális bajnokként. Csak odafigyelnek a bírók erre. Szerintem igen. Most itt nem lehet ha nagyon. Bírók nem is, tudod, ilyenkor azért mondjuk a bírók is több országból szoktak jönni, de a supervisor az mindenféleképp odafigyel. És az, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de felül is bírálhatja a pontozást. Igen, csak tudod, azt hiszem mondani, hogy ez a baj ez a profi bunyóval, hogy mindig aki szervezze a gálát, az adja a pénzt a szupervájzereknek is, és a bíróknak is. Hát a szupervájzoroknak azért én véleményem szerint a munka adójuk adja jelentős pénzt, tehát a VBO-s szupervájzornak a VBO most persze onnan is kap pénzt, lehet jópofizni, de aztán mélegelni is, tehát hogy annyira elcsalni nem tud meccset, mert akkor meg az volt az utolsó meccs, ahová kiküldték szupervájzorként. De ez csak az én véleményem, hogy szerintem azért, szerintem én reménykedek benne, hogy nem fogják tudni elcsalni. És akkor egy tiszta kiki meccs lesz. Láttad te is ezt a srácot? Láttam. És? Nagyon kemény bunyós. Nem is boxolnál vele? Hát én nem hiszem, hogy van olyan ember a Földön, akivel én nem boxolnék. Boxolnék én vele, csak a miértjét. Kéne elmondani, hogy mennyi a matek, és bármikor boxolnék vele, most, ma este is. Értem. De tehát, ez más kérdés, hogy én hogy gondolom. Tehát egy kemény akkor. Azt kemény, kemény, nagyon kemény. És vannak kiütése is, győzelmei. Annyira nem néztem a rátáját, a mérlegét, hogy milyen, de úgy tudom, hogy igen, elég sok kiütése van. Pont azt hiszem, a Robert mondta is, hogy ezzel a balcsapival, balrólóggal vannak kiütései neki. Mikor lehet tudni, hogy ki mivel operál? Azt szokták mondani, hogy hiába tudod, ha én profin csinálom, akkor sem tudod kivédeni. Ez az ökölvívásban ez mennyire megy? Szerintem teljesen helytálló. Szerintem teljesen helytálló. Hát most én is elmondhatom neked, hogy mit akarok veled csinálni egy perc múlva, ha te nem vagy elég ügyes, vagy erős, hogy megvéd magad, akkor meg fogom tudni csinálni. Hiába tudom. És tudod, hogy mit fogok? Na ugyanez van bent a ringben is, hogy hiába, de hogyha annyira gyors, kiszámíthatatlan, robbanékony és erős, hát akkor a hajamra kelhetem a tudásomat. Erő kell, meg a többi, hogy ki is tud védeni. Ilyenkor az első menet valóban ilyenkor erre megy, hogy tapogatózzuk, hogy megnézzük, hogy... De ez is attól függ, kivel bunyózol. A vérmérséklettől lehet, hogy valami kanibál bejön első menetben, neked ugrik, és pont ez a taktika.
mert egy első menetes megindulás, az ki tudja, kinek jó. Egy laza izomzatúnak tök jó, de mondjuk egy olyannak, mint én, akkor az első-második menetben már talán le is savasodik, hogyha sokat üt, és nehéz helyzetbe kerülhet. Hát minden esetre meglátjuk, akkor október 19-én mi lesz, mert hát ugye muszáj bízni az Imi győzelmében. Igen, igen. Hát én nagyon bízom. De most már benne. Régóta ő viszi a zászlót a magyar profi körülvás. Igen, igen. Itt úgy érzem, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy a közeljövőben egy bacskai csatlakozni fog hozzá, sőt, hogy a Bacskai Balázs csapata, ha jól tudom, most kiegészült, sőt, jól tudom, kiegészült édesapjával is. Tehát szerintem az egy hatalmas dolog, a két Bacskai egymás. A Marsi Laci nagyon jó edző, és el kell ismerni az ő munkáját, de nekem már van egy fiam. Ugye az, amikor az embernek az édesapja ott áll a sarkába, az felbecsülhetetlen, amikor az ember a fiával ott van. A teljesen más, hogy főleg, hogyha ért is a bunyóhoz ilyen szinten, mint egy Bacskai Imre bá, akkor hihetetlen nagy csapatot tudnak alkotni. Legutóbbi beszélgetésünkkor érintettük szakmailag az amatőr ökörülést is, ami azért is fontos, mert az amatőrökből építkezne a profitábor, illetve most ugye van egy visszaút, ugye most a profik is indulhatnak ezen a olimpiai kvalifikációs viadalon, és ott lehetnek akár Tókióban. De most volt egy érdekes ökörű közgyűlés, ugye, ahol aztán a profik fölálltak, és kivonultak. És egyes hírek szerint... A profik? Én nem voltam ott, nem igen, voltam. Tehát Dőri Miklós, Rácz Félixék kivonultak a teremből. És nem tudsz róla, hogy volt-e valami okuk rá? Vagy nem tettek fel kérdést, amire ne kaptak volna választ? Vagy... A történet az, hogy Dőri Miklós mondta, hogy nem nyilatkozhatnak. Nincs joguk most már az amatőrökről beszélni. Hogy nem értem ezt. Én sem értem, de Dőri Miklósnak így van, nem lehet. Nem mondhatja el a véleményét. Elmondása szerint ez a közgyűlésen született egy ilyen határozat. Igen, engem nem tájékoztattak róla, és én profi vagyok. És, én és ugye nincs róla. Szavazati joguk, ugye ez volt, ami miatt ugye kivonultak. Hát igen. De ezt én amúgy mi is... Mi lesz így akkor a profi amatőr kapcsolata? Figyelj, én ennyire... amúgy is egy halálra ítélt dolognak tartom, hát hogyha valaki reálisan látja a dolgokat, az amatőröknél ugye megtették Erdélyi Zsoltot, mondjuk így leegyszerűsítve főnök, ő ott a góré, a boss. A... Volt. Tessék? Hát most már nem. Igen, de idáig ugye igen. Ő képviselte őket. A magyar profi box élén, ugye bárkinek fáj ezt kimondani, ez az igazság, a Rácz Félix van ott. Ő az egyetlen ember, aki olyan minőségű, olyan színvonalú gálákat és olyan boxolókat tud teremteni, összehozni, aki tényleg egy színvonalas gálát tud előadni. Na most, ez a két ember nagyon nagy ellentétbe áll egymással. Az, hogy miért, kinek van igaza, ezt taglalhatnánk itt ezer felé, mindenfelé. Azt tudjuk, hogy honnan tűnt el pénzt, és hogy ki nem vállalja a felelősséget. A többit meg kár taglalni. Az, hogy a Rácz Félixnek a profi bunyósai elindulnak az Erdélyi Zsolt által megszervezett amatőr boxbajnokságon, és ott a pontozó bírók, vagy bármilyen úton eredményesek tudnak lenni, úgy, hogy jól jöjjenek ki belőle, az szerintem egy lehetetlen dolog. Az egy lehetetlen. Szerintem ez már, amikor kitalálták, akkor egy halott ötlet volt. Mert hogyha a két ember összekarolva dolgozna egymás mellett, akkor működhetne a dolog, de így, hogy ellentét van, hát mit, utálom azt az embert, ide jön az ő bunyósával, megnyeri, és akkor még a nép előtt egy igazolást is kap, hogy valóban az a jó, amit ő csinál. Ezt én nem hiszem, hogy hagyták volna, hogy így, de hát így utólag ki is derült, hogy nem is adják.
Mi lesz így a magyar profi bunyóval, hogyha most a Magyar Ökülő Szövetségben most igazából nem akarják teljes tagukként elfogadni őket jelen pillanatban, hogy úgy nem szavazhattak. És amikor nem is jönnek majd az eredmények, gondolok itt egy Szellő-Bacskai címérkőzésre. Nem tudom, de itt az embereknek már kicsit le kéne állni, szerintem józan paraszti fejjel gondolkodni. Van egy Kovács Istvánunk, van egy Rácz Félixünk. Biztos mindenki tud rájuk valami rosszat mondani, biztos vannak rossz tulajdonságaik, én még azokat nem ismertem meg, hozzáteszem, de biztos vannak, nekem is vannak, neked is vannak, mindenkinek. De ott vannak elől a kirakatba a Kokó, boxolóként hatalmas karriert futott be, és utána mutatja is, hogy ő azért az üzletbe is oda tudja tenni magát, tévében is több műsora van, és mindig valahogy ott van, valahol ott van elől, valahogy jól csinálja a dolgait. Rácz Félix már nagyon régóta ugye ott van a tévéképernyőjén, és amellett, hogy tudtam szerint egy sikeres üzletember, amellett úgy navigálja ezt az egész promóciót, hogy egy tök sikeres vállalkozás. Na most, hogyha valaki úgy, hogy az állam nem tesz bele pénzt, csak saját befektetésből tud egy sikeres promóciót, egy működő dolgot produkálni hosszú éveken keresztül, azt azért józan paraszti aggyal is átlátható, hogy valószínűleg ugyanez menne neki akkor is, ha még pluszba kap állami támogatást, mondjuk a magyar amatőr bokszal. De ez csak az én agyjárásom. Nem mondom, hogy 100%, hogy nekem van igazam, csak ott van a kirakatban. Látják az emberek, na mindegy, összekanyarodva csinálja. A Szellői mi meccsére, látod, több szál is azt mutatja, hogy ez most nagyon fontos, nagyon fontos lenne ez a magyar győzelem most ott kint Belgiumban. Igen, ez egy visszaigazolásnak tökéletes lenne, ettől függetlenül akármilyen lenne a meccs kimenetele, tehát hogyha esetleg, de ilyen nem lesz, szerintem az IMI nem tudná hozni a meccset. Én nem hiszem, hogy akkor ott bármi szégyelni való lenne, mert hát már nem tudom hány meccs óta veretlen. És azért tudom, hogy egy-két ellenfelét leírták, hogy jó, hagyjad már, milyen felhozó, de nagyon nagy csatákat, nem tudom már, hogy hívták pontosan, egy fekete amerikai, nála alacsonyabb gyerek pont előttem, mielőtt a mi meccsünk volt, akkor boxolt vele. Filzon? Valamilyen Filzon. Igen, azzal is hatalmas meccset bunyózott, hatalmasat, nagyon szétvert. Tehát rengeteg látványos meccsel megajándékozott minket már az IMI, és rengeteg győzelemmel is, úgyhogy nem hiszem, hogy ez a meccs tud olyan eredményt produkálni, hogy az a pozitívból átbillentse negatívba az ő mérlegét, vagy nem is egészet. Őt, tudod, hogy így most globális. Az egészet, nem. Igen, mert az a helyzet, hogy most hülyén hangzik ilyet kimondani, de még amikor én gyerek voltam, akkor még annyira nem is foglalkoztunk a profi boxszal, mert az amatőr box akkora táptalajat adott nekünk, akkora motivációt, hogy akkor amatőr boxban volt Szellő Imi, Csontörő Jani, Bedák testvérek, nagyon sokan. Most viszont, hogyha egy kis boxoló gyerek, mint ami én voltam, 14-15 évesen, akar magának egy példaképet találni, akire felnézhet, most amatőr boxban kit talál? Most tudsz mondani egy nevet amatőr boxba, aki kimagaslóan már jó pár éve olyan teljesítményt hoz, hogy azt mond, hogy na ez egy igazi harcos, ez egy igazi sport. Nem tudsz ilyet mondani. A profikat viszont oda tolták a kirakatba, megy a tévébe, és ott vannak olyan karakterek, akikkel tud azonosulni egy kisgyerek, és azt tudja mondani, hogy ilyen. Például most az Urbán Ferenc magyar bajnok lett, Darmos Józsi, nem egy olyan kommentet látok, hogy Feri bácsi, olyan akarok lenni, mint te, az Urbán Ferinek mondják ezt. És olyan jó érzés, és itt kell megfogni a gyerekekkel, pont a
Rácz Félix-el pár napja beszéltem, és azt mondja, hogy neki már kicsit elege van ebből, hogy mindenhonnan a rosszindulatúságot, mindenki, hogyha ilyen picit hibázik, akkor egyből ráugranak, hogyha egy ekkora jót tesz, akkor az jó, hát bárki megtette volna így, és kicsit, hogy azt mondja, hogy már kezd belefáradni, már feladja ezt a harcot. Mondom, oké, emberileg téged megértelek, csak hogyha ti nem küzdöttök a magyar boxért, akkor ki fog? És ami lesz a gyerekekkel, akik most mennek marad el boxolni. Marad a Petrányi féle. Hát ez most mellbevágó volt. Igen. És az egy szép jövőkép. Igen. Ez egy szép jövőkép. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.